A 2012-es londoni olimpia K4 500-as döntőjének befutója. Fazekas Zúr Krisztináékban ekkor tudatosult, hogy aranyérmet szereztek. A Graboplasz GVS-e versenyzője június elején adott életet kisfiának, Noának, azóta pedig jó részt az Egyesült Államokban élnek. És akkor már az Európa közepe? Pénteken viszont Győrben járt az olimpiai bajnok, aki egyelőre ugyan főállású anya, de már elkezdte a könnyített edzéseket. Elkezdtem a felkészülést, de nagyon-nagyon úgymond könnyedén, szóval igazándiból csak mozgásnak nevezném. Minden nap mozgok valamennyit, most futok, minden nap majdnem, evezek, vagy stand-upozok, vagy úszok, igazándiból egyszer egy nap, és hát arra már nagyon várja, hogy októberben hazaérkezzünk, és elkezdjük a kiképzést, úgymond. Október 15-től tehát kőkemény munka következik. 2015 ugyanis már kvalifikációs év lesz a kajakkenusoknál, és Fazekas mindenképp szeretne egyest menni a riói olimpián.